Kézimunkák, csipkék, goblejnek, különféle öltés technikák láthatók a Nagyanyáink öröksége című kiállításon, amely a maklári asszonyok munkáit mutatja be. A hímzéseken kívül egy most felkutatott népviseletet is bemutatott a megnyitón Németh Erzsébet néprajzkutató, a kiállítás szervezője. Nekem azért csodálatos a kézimunka, mert a szüleimtől, nagyszüleimtől már láttam hasonló mintákat, és azt hiszem, hogy mindenki majd időt fog rá csodálkozni. Hogy jé, az új minta megjelent egy, vagy a régi minta megjelent egy új tárgyon. Nem hoztam most ide, nincs itt a kezembe, de a rádiótelefonom Tokiát például kalucsai mintával várták ki. A népi hímzés technikákat iskolában nem tanítják. Elsajátítani csak a szülőktől, idősebbektől lehet. Sokat tanulunk anyáinktól. Például a vercsipkét is úgy tanultam, hogy hát jóval idősebb, egy 20 évvel idősebb volt, akitől tanultam. Tőzséd Istvánné, a Bródi Sándor könyvtár igazgatója azt mondta, a maklári példa alapján szeretnének más településeknek is bemutatkozási lehetőséget adni. A kiállítás megnyitóján a maklári Búzavirág népdalkör közreműködött. Mi sem hagyom.